A paksi beruházás engedélyezési eljárását végző brüsszeli bizottság egyik kérdése az volt, hogy nyereséges lesz-e a Paks 2, mondta beszámolójában Süli János, tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője. A számítások szerint a teljes élettartamra számítva 7,35%-os nyereséget termel majd a Paks 2. A tárca nélküli miniszter azt is elmondta, Magyarország jövőbeni energiaellátása több összetevős lesz, melyben az atomenergiának és a megújuló forrásoknak is megvan a helyük. Elmondása szerint a beruházás a 2018. szeptemberében történt módosított ütemterv szerint halad. Ez 29-30-as befejezés. Azt szerint beadtuk ugye tavaly nyáron lassan egy éve a dokumentációt a hatóságnak, létesítési engedélyt, annak a elbírálása folyik, hogy 12 plusz 3 hónap áll rendelkezésre, a hatóság a 3 hónapot jelezt, hogy igénybe veszi, tehát szeptemberben van leghamarabb a létesítési engedélyünk. Eközben mondja Süli János, a területen folynak az előkészítő munkálatok, ami irodaépületek és konyhaépítését, valamint az úthálózat szélesítését és a kapcsolódó úthálózat korszerűsítését is jelenti. Tolna megye közgyűlése a paksi beruházás mellett meghallgatta a Tolna megyei katasztrófavédelem és a megyei rendőrfőkapitányság tevékenységéről szóló beszámolót is, valamint döntött a szervezeti és működési szabályzat átdolgozásáról. Az SMS módosításával, egy kis módosításával társadalmi megbízatású alelnököt szeretnénk kinevezni a mostani fix alelnök úr mellé, tehát a feladatok megszaporodásával lényeges lenne, hogy legyen még erő az ellátásukhoz. Fehérvári Tamás a közgyűlés elnöke azt mondta, a Tolna megyei önkormányzat éves költségvetése a megfelelő szinten áll, és a jövőre szóló tervezési folyamatokkal is elkészültek.